erdei füles bagoly pásztázza a várost, és közben nászhangokat hallat egy másik fánücsörgő társának. A füles baglyok a téli időszakban csapatostul keresik fel a települések belterületeit. Egy-egy városban akár több száz egyed is fellelhető. Elsősorban, tehát leginkább a baglyok úgy tűnik, hogy a közepes és kisvárosokat kedvelik. Tehát itt nagyon gyorsan, néhány perces repüléssel a városközpontból ki tudnak menni táplálkozni, és a település már akkora, hogy oda nem nagyon járnak be azok a potenciális ragadozó madarak, amik veszélyt jelenthetnének egy akár több százas, feltűnő, ilyen fél kilós vetni kenyér méretű madarak üldögélnek az ágakon, ugye ez fejükre hozhatná a bajt. Ugye a legfontosabb ragadozójuk a héja termetét és agilitását figyelembe véve, és bizony a héjek nem nagyon megfogyatkoztak amúgy is Magyarországon, különösen területileg, és nem mennek be. Mivel a madarak jelentős szerepet vállalnak a rágcsáló írtásban, a szakemberek szerint a füles baglyok jelenléte rendkívül hasznos gazdasági, környezet és természetvédelmi, illetve humán egészségügyi szempontból is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden év januárjában arra biztatja a lakosságot, hogy vegyenek részt a madarak számlálásában. Azt szeretnénk elérni, hogy a média felhívásának is köszönhetően, vagy segítségének is köszönhetően, mint több óvoda és iskola mozduljon ki. Ugye így a gyerekek láthatják, hogy hogyan lesz egy megfigyelésből adat, információ, hogyan lehet ebből természetvédelmi következtetéseket és akciókat generálni, és hát ugye a mai fiataloknak lehet a kütyüt használni, hiszen éppen a gyorsaság miatt egy olyan elektronikus online űrlapon kérjük az adatokat, amit a helyszínen telefonon ki lehet tölteni. Könnyen előfordul, hogy az óvis vagy a kisiskolás jobban tudja ezt a kütyű mágiát, mint akár a pedagógus, és már milyen jó pedagógiai helyzet, hogyan segít a diák a tanárnak oda-vissza. A szakemberek hangsúlyozzák, a baglyok jelenléte semmiféle fizikai veszélyt nem jelent az emberekre és házi állatokra.